Sziasztok, Németh Réka vagyok, a Villamos Pálya és Műtárgy Fenntartási Szakszolgálat infrastruktúra mérnöke. A következő percekben a mérővillamost, azok mérőrendszereit, illetve a jövőbeni fejlesztési irányokat szeretnénk nektek bemutatni. A vasútüzemeltető cégek feladata, hogy költséghatékony módon biztosítsák az infrastruktúra és a járműpark megfelelő műszaki állapotát, kielégítve a biztonsági követelményeket és a magas utazási komfortigényeket is. Ehhez az szükséges, hogy az infrastruktúra és a járművek műszaki állapotát naprakészen ismerjük, ezért kezdte meg a BKV Zrt. 2016-ban egy diagnosztikai céljármű kialakítását. A mérővillamos kialakításához egy forgalomból kivont GANZ csuklós villamos lett kiválasztva, amelynek a pályaszáma 1476 volt. A villamos alá új forgóvázak kerültek, a korábbi utastérjelemek helyett pedig mérőhelyeket, illetve különböző járműberendezési eszközöket helyeztünk el. Budapest villamosvágányhálózatát évente tervezetten kétszer mérjük fel, április és október hónapok környékén. A két hónap közelegyező időjárási jellemzői mellett a közúti-vasúti pálya azonos állapotban mérhető fel, ez teszi lehetővé a különböző időszakokban történt mérések összehasonlítását. A mérővillamos projekt első ütemében egy inerciális szenzor alapú járműdinamikai mérőrendszer került kifejlesztésre. A jármű egyik szabadon futó forgóvázára 6 darab, 3 tengelyű gyorsulásmérő szenzor került felszerelésre, 4 a kerekekre, 2 pedig a forgóvázhoz tartókra. Egy további szenzor került rögzítésre a jármű padlószintjére a C-kosi szekrény részen. A kerekeken elhelyezkedő szenzorok érintő, sugár és tengelyirányú gyorsulásokat mérnek, míg a forgóvázhoz tartón és a kocsi szekrényen lévő szenzorok haladási irányban és a haladási irányra merőlegesen keltett gyorsulásokat mérik. A mérések során a kamerakép és a pályamérési grafikonok külön monitoron jeleníthetők meg. A pályahibák helyének beazonosítása GPS és a jármű útjeladója által szolgáltatott pozíció információ alapján történik. Sziasztok, Sós András vagyok a villamos áramellátási szakszolgálattól. Feljöttünk a mérővillamos tetejére, az áramot kikapcsoltuk, és itt található az áramszedő, illetve a mindenféle mérőszenzor. Az áramszedőn is található gyorsulásszenzor, itt látjuk azt, hogy mekkora ütés éri az áramszedőt, ezzel nagyon jól tudjuk ellenőrizni, hogy hol vannak a kemény pontok a hálózaton, illetve hol kell finomítani a hálózatot. Mérővillamos az nagyban segíti a felsővezetékszerelők munkáját, mert ők gyakorlatilag a feszültségmentes hálózaton tudják csak ellenőrizni a paramétereket, de így a mérővillamossal tudjuk a feszültség, az áramértékeket is folyamatosan nyomon követni, illetve például érdekességként, hogyha valahol gyenge a táphálózat, akkor a feszültségesést is nagyon jól tudjuk a mérővillamossal detektálni, és ezzel felhívni a kollégák figyelmét, hogy hol gyenge a hálózat, és hol kell odafigyelni és megerősíteni, amit nyilván a következő üzemszünetben el tudunk végezni. Ahogy itt szóba került a tavaszi és az őszi mérés sorozat során, ellenőrizni tudjuk, hogy a hibákat, a feltárt hibákat a kollégák azok szakszerűen kijavították-e és eltűntek-e a hálózatból, és ez nagyban segíti, hogy egy bízható hálózaton közlekedjenek a budapesti villamosok. Nagyon büszke vagyok rá, hogy itt a mérővillamost itt be lehetett vezetni a BKV területén. Mind a kolléganők, mind a kollégáknak hatalmas munkája van benne, hogy ez létrejöhetett. Rengeteg szenzor beüzemelésében és bekalibrálásában nyújtottak segítséget, és további fejlesztési ötleteink is vannak, amiket szeretnénk megvalósítani, és ezáltal még pontosabban tudjuk a hibákat detektálni, és még üzembiztosabbá tenni a villamos hálózatot. Fekete Rita vagyok, a villamos pályafenntartási fejlesztési csoport infrastruktúra mérnöke. Az eddigiekben megismerhettétek a mérővillamost, viszont számos egyéb mérőrendszerrel lehet még felszerelni. Az egyik ilyen a vágánygeometriai mérőrendszer, amellyel milliméter pontos hibákat tudnánk kimutatni, mint például a nyomtávolság, vezetéstávolság, túlemelés, illetve síktorzulás. Ezen kívül fontos ismernünk a sínek állapotát is, ehhez egy síndiagnosztikai mérőrendszer kifejlesztése van tervben.
továbbá az űrszelvény mérőrendszer pedig a akadálytalan és biztonságos közlekedésben segítene minket, ugyanis a belógó tárgyak és növények ezzel diagnosztizálhatóak lennének, és eltávolíthatók későbbiekben. Ezekből is látszik, hogy számos feladat vár mink ránk. Ha tetszett a blogunk, akkor keresd a BKV többi videóját is.